Együtt karácsonyoztak a hevesi mozgáskorlátozottak. Megrökítették a csodavárás pillanatait. A kormány erős felhatalmazást kapott a nemzeti érdek védelmében. Üdvözlöm Önöket, ez itt a HOTV keddi híradója, én Szabó Dénes vagyok. Református lelkésznő, katolikus plébános és államtitkár is köszöntötte a hevesi mozgáskorlátozottakat hagyományos karácsonyi rendezvényükön a Városi Művelődési Házban. Az első Mészáros Ildikó lelkész arra fűzte fel gondolatait, a legnagyobb ajándék számunkra a testet öltött isteni szeretet, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Jézus Krisztus által egészen másképp tekintünk gondjainkra, reménytelen helyzeteinkre, családunkra. Nem fog megváltozni semmi egyik pillanatról a másikra körülöttünk, de ha a szívünkben a legnagyobb ajándékot, a megváltó, szabadító Jézust elfogadjuk, egészen más szemmel tudunk tekinteni a másik emberre, vetette fel a lelkésznő. A nagy vásárlás és ajándékozási láz kitör karácsonykor. De miért éppen karácsonykor? Azért, mert karácsonykor érkezett el, és érkezett közénk a legnagyobb ajándék. János evangélium a harmadik részében így összegzi ezt János evangélista, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az ő egyszülött fiát ajándékozta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hozzá csatlakozott Nagy István plébános is, aki az 1700 évvel ezelőtt élt Szent Jeromos szentföldi történetét idézte fel. Igazában véve az ott töltött idő egyrészt azért volt fontos, hogy a hely ihlete segítse az eseményeknek a szemlélésében, átélésében, másrészt pedig tökéletesítette a héber nyelv tudását, hogy az eredeti szentírás szövegét minél hitelesebben adja vissza latin nyelven. Szabó Zsolt államtitkár országgyűlési képviselő is üdvözölte az együtt karácsonyozókat, mint mondta karácsonykor olyan, mintha egy angyal fogná a kezünket és segítene, csak a jóra és a szépre emlékezünk, és arra gondolunk, hogy a következő év egy hajszálnyival jobb lesz, hiszen van hitünk és reményünk. Ez a boldogság, ami tulajdonképpen a szeretetből ered, ez tart minket életben, ez visz előre. Ez a szeretet az, amit nem kérünk vissza. Amit adunk másoknak, mosolyjal, kedvességgel, odafigyelve másokra, segítve másokat. Minden elismerésem az Önök egyesülete iránt, hiszen Önök összetartanak. Közel 300 tag, és odafigyelnek egymásra. A svejcerné Kovács Éva által fővédnökölt teltházas eseményen az ünnepi köszöntők mellett zeneiskolás gyermekek muzsikáltak, volt kórus fellépés, de színes látványtánc is. 2017-ben 5. alkalommal hirdettek rajzpályázatot Szent Karácsony címmel a 60 és Heves térségében élő gyermekek részére, hogy az általuk készített szebbnél szebb alkotásokat azok is a fa alá tehessék, akiknek talán ez lesz az egyetlen karácsonyi ajándékuk. A több száz diákot rajzolásra sarkaló kezdeményezést Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője indította útjára a Polgári 60-ér Közhasznú Alapítvány, illetve a Hevesi Csillagbojtár Nonprofit Kft. Segítségével. A rajzoknak az ünnep hangulatát, a csodavárás pillanatait kellett tükrözniük. Mind az alkotó gyermekeknek, mind a magányos időseknek fontos, hogy erős lelki összeköttetésük legyen karácsony ünnepén. Hisszük továbbra is, hogy az alkotás és az ajándékozás is közösségi élményként élhető meg az egész választó körzetben, véli Köves Gáborné, a Polgári 60-ért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke. Meleg színek használatával kifejeztétek azt a szeretetet, amely Jézus születésével eljött közénk. Kívánom, hogy nagyon sokáig őrizzétek meg ezt a képi kifejezési módot, mert ezzel is maradandót alkottok, ugyanúgy, mint a fogalmazással. A 60-i Grassalkovics kastélyban és Hevesen is kiállítás nyílt az alkotásokból. Szabó Zsolt 60-ban arról beszélt, gyönyörű környezetbe helyezték a kiállítást, nem gondolták az elején, hogy ennyire sikeres lesz. Az első évek néhány száz rajza helyett, most már közel 2000
rajzról beszélhetünk. Nagyon sokat rajzolnak a gyerekek, nagyon aktívak, és ezt nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük azoknak a pedagógusoknak, akik foglalkoznak ezzel az üggyel, hiszen jó tettért, jó jövőért, jó gondolatért teszünk mindannyian együtt. És hát nagyon szépen köszönöm kedves kollégáimnak a szervezést. Nem könnyű ennyi rajzot postázni, kezelni és a kiállítást elkészíteni. Idén közel 2000 rajz érkezett több mint 30 iskolából, főként alsó tagozatosok ragadtak rajzeszközt. A gyerekek írószercsomagot, Szabó Zsolt személyes köszönőlevelét, szaloncukrot és emléklapot kaptak. December elején véget ért a nemzeti konzultáció, amely az egyik legsikeresebb konzultáció volt. Szabó Zsolt államtitkár elmondta, hogy jó leső érzés, hogy a kormány ismét erős felhatalmazást kapott, hogy a nemzeti érdekeket meg tudja védeni. Az egész ország összefogott. A részvétel minden eddig rekordot megdöntött, több mint 2,3 millióan töltötték ki a konzultációs ívet, többségükben a kormány álláspontját támogatták. Ez egy pártokon átívelő ügy, a nemzet egyben tartásának kérdése, jelentette be sajtótájékoztatón Szabó Zsolt, a térség parlamenti képviselője az akciót, a lezárást követően értékelve. A politikus köszönetét fejezte ki mindenkinek az országban, és persze a választókörzetben is, aki támogatta a konzultáció sikerét. Elmondta, a térség az országos átlag feletti részvételi arányt mutatott. Szeretném elmondani, nem ért még véget a konzultáció következtében elindult folyamat, hiszen Brüsszelben most indul meg igazán a soros tervvel kapcsolatos fellépésünk. A soros terv részeként migránsokat szeretnének betelepíteni, határkerítésbontást, tehát nagyon sok olyan dolog van, pénzügyi retorziók, nagyon sok olyan tétel van, ami számunkra nem elfogadható, nem Magyarország érdekei szolgálja. Ezért a kinti küzdelmünk az igazán most kezdődik, viszont ami nagyon fontos, hogy megvan a kormány erős háttértámogatása, erős támogatása, hogy jó irányban gondolkodik, és ezt folytatunk el. Szabó Zsolt szerint a kormány és a két kormánypárt minden szinten a magyar emberek akaratát fogja képviselni, szemben az ellenzékkel, amelynek tagjai újra és újra bebizonyítják, hogy nem lehet rájuk számítani Magyarország védelmében. December 24-én vasárnap az üzletek legkésőbb 14 óráig tarthatnak nyitva, de a kereskedők dönthetnek arról is, hogy korábban zárnak, vagy ki sem nyitnak, december 31-én vasárnap is maguk határozhatják meg a nyitvatartás rendjét, közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára az NTI-vel. Vámos György elmondta, hogy a kereskedelmi törvény alapján december 24-én 14 óra után, illetve december 25-26-án, valamint január 1-én újévnapján azok a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, virágüzletek, édességüzletek és üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasút és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek lehetnek nyitva, amelyek munkaszüneti napokon egyébként is nyitva tartanak. A Magyar Halászati Operatív Program mintegy 15 milliárd forintot kitevő forrásából 2,6 milliárd forint fordítható a halfeldolgozás feltételeinek javítására, jelentette be a földművelésügyi miniszter. Fazekas Sándor elmondta, a szaktárca az ágazati szereplőkkel összefogva eddig is több lépést tett a belföldi édesvízi halfogyasztás növelése érdekében, most pedig a halfeldolgozás fejlesztését, korszerűsítését, új feldolgozó üzemek létesítését kívánja ösztönözni. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, további jó estét kívánok, viszontlátásra! Szerdán túlnyomóan felhős időben lesz részünk. Napközben északon, északkeleten és a keleti határ mentén néhol egy-egy hózápor is előfordulhat. Csütörtökön az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet, az északi tájakon havas eső, gyenge havazás, néhol ónos eső is előfordulhat. Péntek estétől csapadékosabb időre van kilátás, enyhül azonban az idő, északon és keleten válthat át havazásba a csapadék.